OX-én rosszorom, mert lesz. Kettő magasságában, hogyha kell, van ebédünk nagyon olcsón, nagyon fasszal, nagy visnyón. Most lent diszpót csinálunk a srácokkal, és közben meg történik a berendezés. Igen. Itt tartunk. Aha. Ehhez nem annyira rossz, ehhez a cucchoz ez a szemények. Kicserélhetjük arra, amit hoztunk tőle. Uh-huh. És okay. El kell döntenünk, hogy akarjuk ezeket a piros csíkos lámpákat, és használni azt, amiket hoztam. Inkább azt, amit hoztam. Aha, nem tetszik ez a piros szóval. Megyek nagyon csibész. Festjük hozzá. Jó, itt jutjuk. Azért. Jó, ötös jelenetről kérnék leírás. Hányadik oldalon van? Második. Jó, day vagy night? Night. Oké, okay, az előtte lévő jelenet az tuté, day volt? A kislány, a fater, a babzsák sarokban, az, a kuka felolvasó. Az is este, igen. Az is night. Igen. Jó. Ötös jelenethez kérek, ki van rajta? Kislány per apa? Nem, csak a kislány. Kislány, oké. Okay. Hol játszódik? Az emeleti folyosón. Folyosó emelet, igen. Az atom egybe felveszik, ez egyébként, ez pikpak meg lesz. Uh-huh. Mert ide kvázi nóvilágít, és akkor ez... kora délután. Ilyen gyors forgatásnak lesz. Vágod, hogy átmész a másik oldalra, akkor jobban lehet látni, hogy mit csinálok. Nyomjad. Azaz. De ezt tovább tudod törni, mint hogyha tényleg eltört. Jó, de elég, ne tör tovább. Ide kéne még valamit középre. Azaz. Azaz. Délután, tehát hogy érezzük azt, hogy tényleg. Dolly szélessel kezdünk, hetes jelenet, utána át fogunk állni egy handheld médiumra. Ezt mindjárt a varázsgyűvel valahogy előkészítjük egy másik riggel. És van B-kamera akkor? Van B-kamera. Általában úgy van B-kamera, hogy azt nem használjuk, csak előkészít. Nem, csak a riggjét fogjuk használni. Tehát az a lényeg, hogy a másik kamerához is kaptunk egy base plate-et. A base plate-et felszereljük handheld-e kézi setup-ra, és a mostanira csak kihúzzuk és átpattintjuk a másikra. Kész. És akkor csak az A-kamera lesz használva? Az A-kamera lesz használva, és a másiknak a base plate-je még lesz használva mellett. Ja, ping-ping, így ja, pillanat alatt lesz az átállás. Okay. Milyen szantól? 2-5 főfény, 1-3. Andrés? Igen? A LP6-os aksikat hozol? Aha, igen. Szerintem rendben leszünk, most már nem aggódok. Aggódjon az, aki engem alkalmaz. Berendeztük a helyszínt, egy vidéki falusi házban vagyunk. Köszönjük, egy 3 óra kellene, 3 óra! Most ebben a pillanatban az első jelenetet vesszük, egy elég hosszú nap áll előttünk, aztán éjszaka még buszozunk egyet Újhutára, és ott lesz a második forgatási napunk. Másfél hónap előkészület, kiderül, hogy mennyire ér révbe sokunknak a munkája. Csak. Slider indul. Tessék! Halló! Mondjad. És rakja? Mi ez? Miről van szó, ne haragudj meg? Miért? Nem annyira értem. Ennyi? Oké, eltem. Ne lőd, hanem csak így nyomogatni. Egy nagyon jó. Forog, kamera forog, speed, csap. Hát most éppen csúszás vagyunk a forgatással, és ehhez képest még vártunk, hogy kimenjen a Vilkós busz, és még elakadt a rohadt lejtőn. Fel kellett tolnunk, majdnem visszacsúszott, aztán feltoltuk. A
6-an, 8-an, úgyhogy most megy benne itt van a forgatás. Akkor minden olyan. Úgyhogy, ja. 30-as csak. Tessé! Én ezt megadom. Ez meg a legjobb. Jó, menjünk közül, kérem. Szóval, per pillanat átállunk egy másik szatra, itt végeztünk, és most megnézzük a műhelyet, az öreggel. Jöjjön ki egy vagy két embert, aki itt maradna a házban a cuccok miatt. Mondj egy helyzetjelentést, Levi. Ez a véleményem. Szállunk be a buszba, menjünk át a műhelybe, és próbálunk nem kicsúszni a idősávba, hogy a szürkület meg legyen itt házon belül. Most újra találkozni fognak. A nagy családi összetalálkozás. Nagyfatár, apuka, kislány, mindenki. Ez tulajdonképpen az enyém volt, ez a zenedoboz, vagy az övé és... Nem, ez az anyukájáé volt. Te, Zoli, ugye egy iszony pánikba vagy igazából. Eltűnt a lányod, voltál az erdőben majd egyébként, amikor majd közelebb leszünk, akkor majd meg tudok kérni, hogy fuss egy pár kört itt tiszta erőből. Mert azt szeretném, hogy úgy érkezz meg kipirosodva, nem baj, hogyha megízasz, nem baj, hogyha csillog majd egy kicsit, majd azt lehet, hogy Janka villám gyorsan fejvítje, de az, hogy kipirulj, hogy azt lássam rajtad, hogy te most érkeztél meg, majd meglátod a lejtős hegyoldalba futkározás után, vagy, és ráadásul még pluszba pánikba is vagy, és megérkezel ebbe a pillanatba. Itt elsőre mérges vagy. Tehát, hogy itt az van, hogy így belépsz, és így azonnal szúrod a szemeddel az apukádat, hogy milyen, hol van, meglátod utána a lányod, és akkor megendülsz. Zoli, hol van? Zoli, jöhetsz! Hol a gyerek? Hol a gyerek? Akkor én még nem vagyok itt. Fekültámaszoztattuk. Nem tudom, hogy mi hol van és stresszes fejem van, azt hiszem ez vagy a legjobban. Jó. Tehát mosoly, szigor, kinéz. Aha, egy párat nyomjál. Csinálom. Tized. Akkor ezt zárjuk le. És a másik oldalról próbáljuk meg megvilágítani, tehát hogy akkor egy oldalról jöjjön be, mert ez így, ja, értem. Érted? Tehát, hogy nem világíthatunk két oldalról. De akkor a fürdőbe jöjjön ki tungsten, vagy csak inkább a szobában, mert azt tudod, fel is kell, ott kell gag light. Hát azt megcsináljuk, de azt szerintem simán fog kapcsoljuk a villanyt, és már az is meg fogja adni. Lövök egy lanternál ide egy jokert, hátul megrajzoljuk neki a szart, itt meg bemelegítjük. Akkor mégis használunk egy jokert. Ja, lanternál, és... Jó, és a wavy-ből meg úgy általunk a faszba, hogy ez a jó. Ja, de lehet, hogy a... lehet, hogy a jokert... Milyen effektet szeretnél érni? Én otthon ezt használom reluxoként. Mert hát szegény ember vízzel főz. Vagy azzal se. Vagy azzal se. Fiatal pályakezdő filmes úriemberünk elérkezett a filmforgatása. Első filmforgatása első holdpontjához. Ürve depresszió. Teljesen dorvál, és először szembesülünk azzal, hogy este 6:30 van, jeleneteket kellett kihúzni, nem úgy haladunk, csúszásba vagyunk. Ha a mai napunk teljesen megcsúszik, akkor... Akkor nincs film, nincs értelme. Akkor nincs értelme, elvesztíti a mondani valóját, ha a színészeink fáradtak lesznek, akkor a holnapot nem tudjuk leforgatni, és mindez Levi arcán gyönyörűen látszik. Jó, Levi, a boltba is ki kéne úgy menni. Máté, ez csak ő, Máté. Reggel 6-kor, vagy reggel 3-6-kor kerülünk, és kiugrunk közösen a boltba. Ehhez képest 6 óra 5 perc. Srácok, induljatok már el a boltba. Bocs. Én egész éjszaka hajnáramig diszpót írtam, és 17:30-kor keltünk. Gondoltam, megedem azt a plusz 20 percet. Kész van a diszpó, ha valaki ezt csináltad? De iszre, tényleg? Mutass. Excelben nincs. Akkor hol? Fejbe kész van? Nincs. Fejbe teljes. Nézzük, itt van. Jó reggelt. Tessék! Ennyit, amúgy. Kács! Tess! Bang! Jó! Na taka! Szép! Lehúztad! Gáli, visszatudtam egy kis szép! Kezdi és jöjjön le mindenki! Tessék!
a nagylány? Nem vagy iskolában? Most nem. Nem? Látom, hogy labdázol, és hogy... Jöhet, Zoli! Hogy jön a suli? Jól. Jól? Réka! Gyere be, légy szíves! Mi lesz a jelenet? Kiveszed az egészet? Hogy én egy autóban ülök, ez biztos. És egy derítőlap van az arcom előtt. Pili kiszáll. Ennyi kiszáll a Lili és kész. Ennyi kiszáll a Lili és kész. Hang forog. 81. Kamera speed. Csap. Tessék. Lili, indulj el. Ennyi. A napra várunk. Zoli! Jön a nap! Second unit készül. Menjünk nyugodtan. Tudunk egy olyat kibetűz, egy olyat csinálni, légy szíves, hogy az egyik kezeddel fogod a lovat, és a másikkal meg kicsit távol, tehát hogy mondjuk ide teszed a lovat, fogod közben a kezedbe, és ezzel pedig így, mint a sétálnál a ló felé, és aztán egyszer felrakod a lóra. Hogy ez fontos, hogy megcsináld többször, hogy egyszer, kétszer, mint hogyha így nem enged, tehát nem tudnád rárakni, és harmadikra jó határozóan odavágod, és így ez így leesik. Jó? Jó. Óriási, nagyon durva jó. Ezt ilyen kicsit megnevettetem. Ott van. Very fasza. Most csináltuk meg a flashbacket, amihez a lenswrackinget használtuk, hogy levesszük az objektívről az objektívet a gépről, és ettől lesz egy ilyen dreamlike effekt. Mondhatni flashback, hatása. Igen, hát így ilyen flashback hatása, pontosan amit el akartunk érni. És most mutattuk meg, hogy eltörik a kis fabábú, és nagyon-nagyon megvette mindenki, tehát konkrétan majd azt látjátok a b-rollba, hogy ott állt mindenki a rendezőmotor mögött, és így merett a kijelzőre, mert egyszerűen gyönyörű volt, nagyon-nagyon szép volt. És most csináljuk meg azt a részt, amikor a narancséjakat fűzik fel a cérnára. Szeretem, ha rosszul néz ki, over. Imádkozunk, hogy be tudjuk fejezni, úgyhogy még az erdőbe is tudjuk forgatni. Elmennek a srácok autókázni egy picit. Bezárod szép lassan? Induljatok el, léci. Akkor be lehet csukni a csomagtartót, srácok? Nem lehet nyitva, mert belátszik. Rohadt hideg van, megcsináltuk a lámpát, fényt mérünk a sötétben, és az utolsó két jelenetünk az értünk, az utolsó kettő az. Kinél van a csapó? Kezdjük el. Kezdjük el, srácok! Gyere le! Oké, kamera kész, kamera forog, minden forog. Minden forog, hang forog, csendet kérünk! Jöhet a csapó majd, hogyha meg vagy. 120-as csap! Tessék! Jó, meg vagy! Meg vagyunk. Jó, állj! Elfáradtál? Nem. Szeretném még egyszer, csak már... Bocsánat. Nincs fent a nap, és már nem lehet szerepelni. Holnap már senki nem kéri, hogy ezt csináljam. Erdős fogócska! A láncba kéne feladogatni! Mindenki csendet kérünk! Minden elsőre kell, hogy támadja a sárkot. Tessék! Állj! Forog tovább a gép, nem állunk meg itt! Nagyon jó, 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 srácok, ebben benne van minden esküszön! Éles volt? Very. Jó volt, végig. Meri, kell még olyan, amikor felfele nézünk. Megcsináltuk. Most? Igen. Te király van meg. Annyi menő volt, mint hogyha ezért nézni. Davis Projected. Revenanted. Jó, over.
Oké, tessék! Készen van a film sor! Megkönnyebbültem, hogy meg belefértünk a két napba. Kimaradt egy jelenet vagy kettő, de ami a lényeg, ami a nagyon parás részek voltak, azok mind meglettek, úgyhogy ennek örülök, nagyon jó a stáb, és nagyon komoly, hogy ilyen teherbírással nyomtátok, amúgy ez nagyon durva, és nagyon hálás vagyok mindenkinek, nagyon örülök. És nem vagyok fáradt, amit csodálok. Minden jól sikerült, most még meg akarom őket is ölelgetni. Ez olyan. Komoly, az meg, de jó volt ez. Hát nem mondom. Nagyon szuperek voltak, köszi szépen. Pacsi. Nehogy érzed magad most, hogy minden. Van valakinek alkoholmentes sora? Dobj egy pacsát. Szép pacsát. Jó volt itt lenni.